Tapssal üdvözölték a hivatal előtt összegyűlt civilek hétfőn Gárdonyban, hogy a polgármester átvette a petíciójukat. 5000 aláírás gyűjtöttek össze. A szabad és tiszta strandok mellett azt is kérik az önkormányzattól, hogy a tópart melletti 30 méteres sávban ne engedélyezzenek építkezéseket, és ne adjanak el a part mellett több területet. A polgármester még aznap rendkívüli ülést hívott össze szerdára. Az egyik napirendi pont pedig egy vízparti terület eladása volt. Ez háborított föl minket, hogy átadunk egy 5000-es aláírással egy petíciót, amiben követeljük, hogy ne legyen több elirányítés, tehát több eladás ne legyen egyéb dolgok mellett. És még aznap este, lényegében a szemünkbe nevetve, kiküldi ezt a papírt. Ez a sorompóval elzárt parkoló az egyik terület, amelytől megvált az önkormányzat. A Pisztrán kemping melletti területek eladásáról már korábban döntöttek, most csak a szerződés aláírását szavazták meg. A polgármester korábban úgy fogalmazott, ezek csak reszli területek. Mi egy olyan területet adtunk el, ami igazából senki másnak nem lenne fontos, hisz nem építési hely. Reszli területek egy ingatlan körül. A helyiek szerint a kempinget üzemeltető vállalkozón kívül másnak is fontosak ezek a területek, például azoknak, akik a kemping melletti szabad strandot használják. Ez egy szabad partszakasz volt, most pedig a szabad strandon egy rész, és az ide vezető út, ami tőlem jobbra található. Ötvös Pál független képviselő térképen mutatja, mit adott el az önkormányzat. Ha lezárják ezt az utat, szerinte csak egyetlen helyen lehet majd lejutni a parthoz. Ráadásul a szabad strandból is elvesznek 800 négyzetmétert. Azt gondoljuk mi hárman ellenzéki képviselők a városban, hogy egyetlen egy négyzetméter parti területet, szabad strandot, sem beépíteni, sem pedig eladni nem szabadna. Tóth István polgármestert is szerettük volna megkérdezni, de nem akart nyilatkozni az RTL híradónak. Hétfőn a petíció átvétele után azt ígérte a civileknek, hogy augusztus 27-én személyes találkozón minden kérdésükre válaszol.